Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Ez alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy mi az élmény az életben. Nem filozofálni fogunk, bár lehet, hogy az is lesz benne egy kevés, de főként egy izig-virig tréner szemével nézzük majd meg, hogy miért olyan fontos az élmény. Egyrészt számára, illetve azok az emberek, gyerekek számára, akikkel ő együtt dolgozik. Nos, ez a tréner nem csak tréner, hanem egy iskolának az alapítója is, illetve a Community, a Ground Community Egyesületnek az alapítója, egyik alapítója, illetve az ehhez kapcsolódó iskolának az egyik alapítója. Úgy ír magáról, hogy 3 gyermekes édesanyja kitartóan naív és rendületlenül hisz az élménypedagógiában. A kitartóan naív tetszett nekem a legjobban. De akkor most már ne csak én beszéljek, hanem Acél Dóra. Isten hozott, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtisztelő. Miért olyan fontos számodra az, hogy élményt megtapasztalni és megtapasztaltatni? Én úgy gondolom, hogy az élet ez az élményekről szól, és most az élmények azok nem feltétlenül jó vagy rossz élmények, hanem egyszerűen egy létező fenomén az ember életében, hogy élményeken keresztül éli a világát. És annak a tudata, hogy az élményeket lehet pedagógiai módszerekre is használni, az egy különösen izgalmas terület számomra, úgyhogy nyilván nem én a világon először, de elkezdtem foglalkozni az élményterápiával, mint az élménypedagógiával, és még mindig kitartóan naív vagyok abban, hogy ez fog működni, és hogy ezzel érdemes foglalkozni. Mit tartja benned a lelket? Mitől lehet kitartóan naívnak lenni? Amúgy ez egy tudatos részemről. Egyrészt velem született egy naívság is. Elég sokszor, főleg egyetemen a fejemhez vágták, hogy te milyen naív vagy. És akkor így felnőtt fejjel elkezdtem ennek a szónak a pozitív értelmét megtapasztalni, amikor azt éreztem, hogy kezd elveszni belőlem a naívság, és kezdek földhöz ragadtabb lenni, és én abba tudtam belekapaszkodni, hogy a naivság, az, ami fiatalkoromban megvolt, az egy éltető erő, hogy mindig kell hinni abba, hogy a világ egy jó hely, hogy van szerepem ebbe a világba, hogy azzal, hogy jóság van, azzal nekem kezdeni kell valamit. És én a kitartóan naív alatt azt értem, hogy én szeretem megtartani ezt a hitemet. Hát jó szerencsét hozzá. Napjainkban azért ez eléggé nehéz, közegeinkben azért még nehezebb, de hajrá! Beszéltem az elején, megpróbáltam elmekegni, hogy a Grund Schoolnak az egyik alapítója vagy. Úgy gyanítom, hogy ehhez is kapcsolódik a te végzettséged és a felfogásod. Mi ez a Grund School tulajdonképpen Nagyváradon? Olyan naív vagy, Kati, hogy azt hiszed, hogy végzettséghez kötődik a Grund School. Nincsen semmi ezt feljogosító végzettségem. Én az egyetemen filozófiát tanultam teljesen véletlenül, de nagyon élveztem egy idő után. Szóval csak lesz filozófálás. Lesz ebbe filozófálás, igen. Nyilván egyetem mellett, mint akkor abban az időben szokás volt, nem tudom, hogy most ezt csinálják-e a fiatalok, de elvégeztük a pedamodult is, de igazából nem amiatt érdekelt engem a pedagógia, és nagyon sokáig a pedagógia nem is igazán foglalkoztatott szakmai szinten. Mindig szerettem gyerekekkel lenni, az élményterápia érdekelt nagyon sokat, ezt az én életemből kifolyólag egy nagyon-nagyon fontos szelete a személyiségfejlődésemnek, az élményterápia, és egyszerűen elkezdett foglalkoztatni az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha az élményterápiát, amit addig beteg gyerekeknek adtunk, azt kivinni egészséges gyerekeknek, egészséges felnőtteknek is, és mivel ott nem feltétlenül terápiáról beszélünk, hanem az élmény pedagógiához tudtam leginkább közelíteni, úgyhogy gyakorlatilag elkezdtem olyan közegekbe járni, olyan kurzusokon részt venni, olyan konferenciákra, olyan közegben mozogni, ahol az élménypedagógia gyakorlatilag egy életforma, és innen szedtem fel ezt az életformát, ezt a gondolkodási stílust, és
Hát az, hogy a Grundschool iskola, azt olyan jó érzéssel hallottam, amikor ezt mondtad, hogy a Grundschool az egy iskola. Valóban azzal a szándékkal jött létre, hogy egy iskola leszünk. Most ezt a szándékot egy kicsit időben kitoltuk. Egyesületként működünk, és minden olyasmivel foglalkozunk, ami az iskolai oktatást megtámogatja. Legyen ez gyerekekkel való foglalkozás, legyen ez pedagógusokkal való foglalkozás, vagy intézményvezetőkkel való foglalkozás. Úgyhogy majd lesz egy iskolánk is, de most egyelőre még nem tartunk ott. Nem baj, majd a naívságod eljuttat addig is, hogy meglegyen az iskola. Visszatérve egy kicsikét az élményre, ilyenként a munkádban, a Grundon belül a munkád, az hogy határozza meg az élményt, vagy az élmény hogyan határozza meg a munkádat? Mi az konkrétan? Nagyon érdekes, hogy a fókuszt erre helyezett, hogy az élmény. Azért nem számomra, tehát amikor beszélek külsőleg, hogy mi élménypedagógiával foglalkozunk, akkor nyilván a fókusz ott van az élménypedagógián, de ugye a hétköznapokban ugye az élmény az van, az egy létező dolog, az az alap. Úgyhogy a fókusz az nem az élményen van, hanem nekem a fókusz az mindig a, vagy hát igyekezetem szerint az embereken van, a gyerekeken, az egyéneken, az egyéni megéléseken, az egyéni életeken, az egyéni problémákon, hogy, hogy azzal mit tudunk kezdeni. Jó, oké. Mit jelent ilyenként akkor a munkád? Tehát, hogy az élménnyel akartam összekötni, de akkor összekötjük a kisebb-nagyobb teremtményeknek az életével. Mit tudsz te csinálni, amivel jobb irányba vagy jobb mederben tarthatod mások életét? Igen, mit tudok én csinálni? Hát elég sok mindent. Amikor létrejött az Egyesület, meg az előtt is, én nagyon abban a hitben voltam, hogy bárki bármikor helyettesíthető bármilyen szerepkörbe, bármilyen feladatban. És az, hogy az én életem olyan gazdag, amilyen, én azt gondoltam, hogy ez egy teljesen szokványos eset, és hogy ezt gyakorlatilag mindenki így él. És most kezdett csak eljönni hozzám a gondolat, hogy egyrészt nem helyettesíthető mindenki mindenhol, és ennek van egy nagy ereje is, és ez a személyiség ereje, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az emberekkel legyünk együtt minél intenzívebben. Én most, tehát onnantól kezdve, hogy elkezdtem táborokat vezetni, programot tartani, kísérő lenni a gyerekekkel, amúgy kamaszkoromban kezdtem az önkénteskedést, tehát hogy ez így tényleg az életem része volt. Ki kellett nőjek oda, vagy muszáj volt felvállalnom azt a felelősséget, hogy én most egy egyesületi vezető vagyok. És ez azzal jár, hogy nem mindig tudok programot tartani, nem mindig tudok tábort vezetni, mert hogy más kötelezettségeim is vannak. Uh-huh. Tehát az élménypedagógia, azt igyekszem odaadni másnak is, de nem biztos, hogy én fogom művelni most már mindig, minden esetben. Ezt sajnálom. Olyan visszajelzéseket hallottam rólad, hogy jól csinálod. Úgyhogy emiatt sajnálom, hogy időnként nem jut rá idő. Jó, én picit haladjunk tovább, mondod, gyerekekkel, táborokban és egyéb programokon találkozol, ugye felnőttekkel is foglalkozol, cégek is meghívnak, vagy éppen te viszed el őket egy-egy tevékenységre, team buildingre. Az hogy vág össze a kettő? Ott is az élménypedagógiai módszert használod? Abszolút, igen. Aha. Igen. Azért szeretem ezt a... Az élménypedagógia és az élményterápia egy kicsit különböző a két módszer. Én a kettőt megpróbáltam finom vegyesre kavarni, és még belerakni, ami éppen a konyhában van. Azért szeretem ezt a módszert, mert hogy működik bármilyen körülmények között, működik felnőttekkel. Nagyon-nagyon szép élmény megtapasztalni azt, hogy a felnőtteknek is igényük van a játszásra, igényük van arra, hogy ne ők szabják meg mindig a keretet, hanem egy izgalmas, humoros, vicces, keretmegszabóba bele tudnak menni egy mesébe, egy történetbe, egy sztoriba. És tehát, hogy a felnőttekkel is működik. A gyerekeknek több mese kell, meg több fantázia világ ebben, de hogy a felnőttekkel is ugyanúgy tud működni. Uh-huh.
Mennyire nehéz a felnőtteket bevonni? A gyerekeket tudom, hogy nem nehéz, de egy rakás feszült felnőttel mit tudsz kezdeni? Gyanítom, hogy azért a team building-eken azért csak kerül egy-két ilyen ember legalább egy csoportban. Persze, hogy kerül, és az a hiteles, hogyha kerül, tehát hogy uh-huh. nem azért a naivságomnak is vannak határai, és nem vagyok annyira naív, hogy azt gondoljam, hogy egy felnőtt mindig minden esetben tud játszani, meg el tudja engedni azokat a gondokat, amik amúgy a hétköznapjaiban megkötik őt. Egyszerűen több idő el kell menjen arra, hogy a keretet megteremtsük. Mit tudok csinálni? Hát nem tudom, ez a hogy vagy kérdés, ez mindig működik. Főleg, hogyha a szemébe nézel valakinek, és hogyha tényleg igazi érdeklődést mutatsz. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell ilyen nagy technikákra gondolni, hogy akkor most nem tudom, most kitalálunk egy olyan fantáziajátékot, hogy akkor most mindenki, nem tudom, Erdei Manó lesz. Tehát nem erről van szó, hanem egyszerűen az emberségnek a nem tudom, meg kell mutatkozni azt, hogy kapcsolatban vagyunk, hogy emberek vagyunk, és hogy érdekel a másiknak az élete, és érdekelnek a problémái, és nem, valószínűleg nem fogunk tudni mindent megoldani, de fontosak és validak, hogy vannak ezek. Uh-huh. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nehezebbek a felnőttekkel, de igazából ami visszaérkezik, az ugyanolyan elégtétel tud lenni, mint mondjuk egy gyereknél egy pozitív visszajelzés, egy ölelés, egy mosoly, egy kacagás, vagy egy, nem tudom, vagy egy köszidóra, hogy ezt így jó, most jól csináltuk. Felnőtteknél másképp, de a felnőtteknél is ugyanolyan nagy elégtétel, hogyha visszajön. Uh-huh. Kicsit úgy tűnik, mintha kiemelnéd ezeket a kisebb vagy nagyobb embereket a megszokott élethelyzetükből, közegükből, és akkor lehetőségük van egy másik helyen megnyilvánulni, gyakorlatilag ennyi történik, ehhez pedig néhány eszközt adsz a kezükbe, hogy valóban meg tudjanak nyilvánulni abban a mesevilágban vagy játékvilágban. Eddig jól látom a történetet? Igen, és a mesevilág az nem feltétlenül kell, hogy egy kitalált mese legyen. Tehát, hogy mesevilág tud az is lenni, hogy ahogy mondod, hogy egy más, mint az ő megszokott hétköznapi szabályrendszerük, vagy kicsit más, mint amit mondjuk az autoritásról gondolnak, vagy amit arról gondolnak, hogy kell tanulni, vagy hogy kell játszani. Uh-huh. Tehát egy kicsit a szabályokat így zsonglőrködünk velük, és uh-huh. ezt nagyon, nagyon szeretik, nagyon élvezik. Uh-huh. Mit kezdesz te a kiégett emberekkel, ugyanakkor gyerekekkel is, nem csak a felnőttekkel? Mert hogy ez az egyik specialitásod? Az, hogy más kiégéssel mit kezdek, az is érdekes kérdés, de hogy a saját kiégésemmel mit kezdek, az szerintem még izgalmasabb. Ott van a sorban. Ott van a sorban. Igen, de válaszolhatsz előbb arra akár. Nem olyan rég kezdtem foglalkozni a kiégés témával. Kár, hogy nem hamarabb. És azért mondom, hogy kár, hogy nem hamarabb, mert azt gondolom, hogy az én életemben is sokkal több nyavajától mentődtem volna meg, hogyha a kiégéssel egy kicsit foglalkozok. És a kiégésnek egy nagyon érdekes fázisáról szeretnék beszélni. És ez pedig az első szakasz, a túlpörgés szakasza, a világmegváltás szakasza, amikor egy ilyen túlhevült érzelmekkel, túl töltött pozitív érzelmekkel, egy nagy erővel megtöltött létállapotról beszélünk, amikor elhisszük, hogy igenis meg tudjuk csinálni, és megyünk is előre, és tényleg képesek vagyunk, törtetni, nem aludni, nem táplálkozni rendesen, dolgozni látástól vakulásig, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez egy jaj de jó, hogy én ezt bírom, én terhelhető vagyok, én most tényleg azt érzem, hogy erős vagyok, és meg tudom csinálni, és bármit, tehát hogy a világ megváltásnak különböző területeit magunkra tudjuk vállalni. És ez azért izgalmas, és amikor elkezdtem foglalkozni a kiégés témával, nekem ez volt a legmegdöbbentőbb, hogy már ez a kiégésnek a fázisa. Tehát ez nem a kiégést előzi meg, hanem ez már a kiégésnek a fázisa. Mondjuk a nulladik, a felvezető fázis. Nem, ez az első fázis, nem uh-huh. a nulladik, nem a felvezető, ez az első szakasz, uh-huh. amikor ez már a kiégés. Uh-huh. És nagyon érdekes volt, ahogy az én életemben is vissza tudtam hántani ezeket, hogy hol csináltam ezeket, és mennyi időn keresztül, mert a vicces mód jön a második szakasz, ami meg arról szól, hogy
iszonyat nagyot csalódsz a világba, hogy nem hajlandó ezt a te világ megváltásodat semmilyen szinten értékelni. Hogy nem vagy megfizetve, hogy nem vagy elismerve, hogy nem látja a másik, hogy de te a fejeden átugrasz, és akkor is dolgozol, és hogy ezt miért nem veregeti a hátad, vagy miért nem emel téged piedesztára, vagy mikor készül már el a szobor rólam, amit az én túlpörgött állapotomban teljesen természetesnek vélek, hogy minimum egy szobor jár azért, amit csinálok. És hogy ezzel szembesülni, hogy a világ nem értékeli. Ebben most hadd kössek bele. Légy szíves. Amikor valamit teszünk, valamit úgy belülről hajt valami, akkor elvileg azt önzetlenül tesszük, akkor miért keresünk a második fázisban azt, hogy valaki értékeljen? Szerintem itt jönnek a pszichológusok, és ezt meg fogják tudni magyarázni. Mindenkire egyénre szabva, hogy mi ez. Én nem hiszek a teljes önzetlenségben amúgy. Mindig valamit valamiért teszünk. Nem hiszek abba, hogy csak azért, hogy nem tudom, megmentsük az éhező gyerekeket, azért képesek vagyunk úgy feláldozni a saját életünket, hogy erre ne várjunk semmiféle reakciót a világtól. Uh-huh. Jó, rendben. Mi a harmadik szakasz? A harmadik szakasz az egy nehéz szakasz. Ez kívülről úgy látszik, vagy úgy tudnám elmesélni így vizuálisan, mint aki behúzódik a sarokba, beáll a robotpilóta üzemmódra, és nem hajlandó érezni, nem hajlandó lelkesedni, nem hajlandó már dühösnek sem lenni, egyszerűen vegetál, vagy túlél. Ez a kiégésnek a legnehezebb fázisa szerintem. Egy érzelmi elsivatagosodásról beszélünk, arról, hogy nem kaptam meg azt, amire vágytam, hogyha nem, akkor én ebből kivonódok, én ebből a világból. És ezt a kivonódást azt nem kell, ha bár van, aki de facto is tudja értelmezni, és ilyenkor történnek a nagy világjárások, a nagy elvonulások, de hogyha ez nem történik meg bármilyen okból kifolyólag, akkor konkrétan a kiégésnek, és általában azt szoktuk mi a kiégésnek tartani, vagy azt gondoljuk kiégésnek, amikor már az ember a harmadik fázisban van, amikor alulmotivált, amikor a minimumot teljesíti, ha tudja egyáltalán teljesíteni a minimumot, és nem hajlandó részt venni. Tehát, hogy egy apátiáról beszélünk, egy kivonódásról a világból. És mi következik ezután? Egyrészt vissza lehet jönni, tehát, hogy a kiégés az egy... Egyrészt nem biztos, hogy ennyire élesen, vagy ennyire vegytisztán követik egymást ezek a szakaszok. Az is lehet, hogy éppen a második szakaszból vissza tudunk kapaszkodni az elsőbe, illetve a teljesen normális életünkben. Tehát, hogy itt, és itt egy mérlekként tudom elképzelni, tehát így most tényleg a mérlek billegéséről van szó, hogy a kiégés az a mérlegnek az össze-vissza libegése, vagy billegése. A harmadik fázisból is vissza lehet jönni természetesen. Az a veszély annak, hogyha ott maradunk, és sokáig maradunk ott húzamosabb ideig, hogy simán elérjük a depressziónak a szintjét, amit már érdemes szakemberhez fordulni. Habár szerintem mindig érdemes szakemberhez fordulni a kiégésnek bármelyik fázisában, meg egyáltalán a normális életünknek a legboldogabb, vagy legszomorúbb szakaszában vagyunk, vagy a legeseménytelenebb szakaszában, akkor is azt gondolom, hogy érdemes szakemberhez fordulni mindig. De ebben a kiégésnek a harmadik fázisában, amikor már romlik a teljesítményünk, nem tudunk odafigyelni, nem tudjuk a szerepeinket betölteni, még a létminimumot is nagyon-nagyon nehezen tudjuk hozni, akkor ott már baj van. Biztosan. Mondd csak, miért kezdett el érdekelni ez a téma? Mi fűződik ehhez, ami nagyon személyes? Mikor égtél ki? Én szerintem nagyon sokszor kiégtem, csak nem vettem észre. Uh-huh. Nálam nagyon jellemző az első fázis. Tehát én nagyon-nagyon hajlamos vagyok
beleturbózódni minden új célba és világmegváltásba, hogy hogyan tudjunk javítani ezen a világon, és mindenen, minden rendszert ki kellene újra találni, és hogy én ebben nagyon lelkesen részt tudok venni. Azt gondolom, hogy a gyerekek érkezése, és nem is az érkezése, hanem inkább a gyerekeknek a növekedése kezdte meghozni az eszem, hogy ez nem fenntartható életmód, amit én csinálok. És az azért mondom, hogy a gyerekek érkezése ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, mert hogy olyankor már nem csak én vagyok, hanem van most három szuszogó víziló, akivel meg kell, tehát akinek egy normális életet kell biztosítani. Hát akiket nekiket, életben kell tartani. Igen, nevelni kell, meg normális embereket kell valahogyan kifaragni belőlük. Tehát normális emberek, nincsen ezzel gond, de hogy nekem kell tartani nagyon sokszor érzelmileg is, felnőttként a teret, az érzelmi teret is. Mondd csak, Dóra, tudsz-e segíteni az embereknek ilyen szempontból? Mondod, foglalkoztál vele, ugye amikor volt a női vállalkozók találkozója 2023-ban, akkor volt egy workshopod is erről, hogy kiégés. Mi az, amiben segíteni tudsz, hogyha létezik olyanként ez a kiégés, hogy fogalma sincs róla, hogy egyáltalán megtörtént? Én igazából mindig, amikor vagy képzést tartok, vagy foglalkozok gyerekkel, vagy felnőttel, nekem mindig nagyon-nagyon fontos az ő személyes történetük, vagy a személyes bevonódásuk. És ezt azért mondom, mert én abba tudok segíteni, hogy a személyes életüket előtérbe rakni, és nem fogok, sose tudok nagy ideákat mondani, vagyis tudok mondani, de nem... Nincs értelme. Nincs értelme, vagy nem hiszek bennem. Nem is, ilyen szempontból nem is szeretem az akadémiát, tehát hogy nem szoktam tanulmányokat olvasni feltétlenül, csak azok a vonatkozó adatok érdekelnek, amik beépíthetőek az életünkbe, amik nekünk üzenetértékkel szolgálnak. A női vállalkozói találkozón, a workshop alatt nekem az jelentette a legnagyobb elégtételt, amikor így meghallottam én is ezeket a wow-kat, hogy az első szakasz ez már az? Vagy a kérdés az, hogy jó, de hogyha én jót tudok tenni az első szakaszba, akkor miért ne tehetném? És akkor az én válaszom az volt, hogy azért, mert jobb ember vagy, hogyha nem kerülsz be a második és a harmadik szakaszba. Tehát jobb ember vagy, és az nagyon-nagyon fontos, hogy te magaddal, vagy magadnak, magadért, önzetlenül akár, jobb ember lehess a hétköznapokban. Uh-huh. És hogyan próbálod meg felfedeztetni az emberekkel? Tehát, hogy tegyük fel, hogy én vagyok egy résztvevő a workshopodon. Uh-huh. Honnan fogsz rájönni, hogy én kiégtem, vagy nem égtem ki? Mit kérdezel tőlem ilyenkor, vagy mi úgy kezdtem ezt a workshopot, hogy feltettem ilyen nagyon banális kérdéseket, az volt, hogy most mondok kérdéseket, akire igaz, az álljon fel, akire nem igaz, az maradjon ülve. Uh-huh. És akkor ilyen egyszerűen próbáltam megfogni a kiégést, mint a hétköznapi életnek a részeit, hogy nem tudom, voltál, vagy emlékszel, hogy mikor voltál barátaiddal legutoljára odakint kocsmázni. Voltál-e a közelmúltban futni? Tudod-e, hogy mennyit iszol minden nap vizet? Mikor kacagtál utoljára egy olyat, hogy akár még a könnyed is kicsordult? Nem most, de azért adásban még se tehetem meg. Hogy megpróbálom minél részleteibben megfogni, amikről úgy gondolom, hogy az életeknek a része lehet. Tehát az, hogyha valaki nem emlékszik, hogy mikor kacagott egy önfelettet utoljára, vagy nem tudja, hogy mikor volt kint a barátaival utoljára, csak azért, mert kimenni és szórakozni, és semmi cél nélkül, csak azért, hogy találkozhasson a barátaival. Ha nem emlékszik, hogy mikor töltött magával egy olvasásnyi, egy futásnyi, egy bármilyen időt, akkor ott lehet, hogy érdemes elgondolkodni, hogy ezzel kellene foglalkozni. Uh-huh. És én nem azt mondom, tehát nem rögtön szakemberhez kell fordulni, de azok az egyszerű kérdések, amik az életünk része kell legyenek, és nincsenek még az életünknek a részei, akkor én biztos vagyok benne, hogy beindul a gondolkodás, hogy várj, hát
tényleg az is én idő, hogy nem tudom, lezuhanyzok, és nem törnek rám a fürdőbe háromszor, vagy hogy így meg tudom engedni, vagy megengedhetem magamnak, hogy elmenjek a barátaimmal kocsmázni. És ezek valid dolgok, és fontosak, hogy visszavigyük a gondolkodásba, hogy ezekre uh-huh. nem hogy csak jogunk van, de szükségünk van, és nem csak nekünk, hanem az egész kisközösségnek, meg nagyközösségnek, hiszen egészséges emberekként jobban, többen tudnak támaszkodni ránk uh-huh. adott valóban, esetben. Valóban, nagyon jó megvilágítás, mert különben ugye egy kiégett ember hogyan legyen valaki másnak a támasza? Sehogy. Vagy ha igen, akkor úgy semmi eredménye nem lesz ennek az egymásra támaszkodásnak. Még egy nagyon fontos itt az egyik, tehát hogy hogyan lehet még tetten érni ezt a kiégést, az, hogyha a humor elveszik az életből, az egy nagyon-nagyon nagy jel. Tehát, hogyha valaki beszól neked, és te ezt nem tudod humorosra venni, amit azelőtt lehet, hogy humorosra vettél, hanem megsértődsz olyan dolgokon, amik tényleg a humorról szólnak, akkor ott már érdemes elgondolkodni, hogy kell ezzel kezdeni valamit. Ez nagyon érdekes. Igen, és valóban nem csak az, hogy humor. Nem csak a humor elveszítése, legalábbis én amit látok, hogy nagyon-nagyon jellemző az embereknél, hogy a motivációnak a teljes elveszítése. Tehát olyanként el egészen addig a szintig, hogy a rutin dolgokat kell listázni ahhoz, hogy meglegyenek. Igen, igen. És igen, valóban te is találkozol emberekkel, én is találkozom emberekkel, látszik ez nyomon követhető, mindegy, hogy hány fázisra tagoljuk a kiégés, de valamilyen szinten, valamilyen formában mindenki volt már ott. És valahogy vissza is jött. Na, itt a kérdés, itt beszélj most arról, hogy te és a te kiégésed, és hogyan jöttél vissza. Ha épp nem szakember segítségével, akkor mi az a munka, amivel vissza tudsz köszönni a harmadik, második, első fázisból a nulladik időszakba? Ezt nagyon-nagyon tetszett, hogy azt a szót használtad, hogy munka, uh-huh. mert ez valóban egy munka, tehát hogy ez egy, nem fog ez természetesen jönni. Egyszerűen az segít, ha elkezdünk tudatosan élni. Valahogy úgy szoktam megfogalmazni, hogy így hasítsd ketté magad, és legyen az egyik a tudatos éned, és a másik az, aki szenved éppen bármibe, a világ fájdalomba, vagy a világ megváltásba éppen. És hogy a tudatos éned legyen az, aki felkölt téged reggel, előkészíti a gyerekeknek a szendvicset, és ha nincs is humor, de akkor is beköp egy-két viccet. A tudatos éned legyen az, aki odafigyel a táplálkozásodra, odafigyel a folyadékbevitelendre. Ezek sokkal fontosabbak, mint ahogy gondolnánk. És azért mondom, mert én nem csinálom jól. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy akkor én most itt egy ideális ember vagyok. Azért fontos, mert tudom, hogy én nem csinálom jól, és érzem a hiányát. A tudatos éned legyen az, aki belekapaszkodtat téged a rutinokba, és nem engedi azokat el, mert éppen nincs kedvem, mert éppen nehéz napom volt, és most akkor is megeszek egy táblacsokit este 10-kor. És akkor is, nem tudom, éjjel filmeket nézek nagyon sokáig, mert muszáj kiadjam magamból. Tudatos éned lesz az, aki muszáj megállítson téged, hogy ez nem lesz hosszú távon jó. Ez egy munka. Ez nem fog csak így jönni, hogy nem lepkék és szivárvány fogja kísérni a hátad mögül, hanem ez egy ez a felnőttség. Hát igen, ez az a rész, ahol a csillámport egy picit elveszítjük, mm-hmm. mert már nincs ott az anyukánk, apukánk, hogy minden nap a szemünk elé szórja. Igen. Ez nem pont a személy azonosságival egy időben, vagy a nagykorúsodással egy időben, de nagyon megjelenik már a 20-as éveinkben. Így van, és még itt nagyon-nagyon fontos, hogy a társas érintkezés az egy nagyon-nagyon fontos eleme ennek a dolognak. És hogy tudatosan kell arra is figyelni, hogy a társas érintkezések meglegyenek, és ne feltétlenül csak munka kapcsolat legyen, hanem igenis fordítsunk arra időt, meg energiát, és ez sem fog lehet könnyen menni, mert fáradtak vagyunk, mert nem akarunk, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy kimenjünk, találkozzunk emberekkel, beszélgessünk emberekkel, vagy csak emberekkel legyünk. Aki vallásos, annak nagyon-nagyon jól jön, legalább a vasárnaponként elmegyünk a templomba, és még hogyha meg se szólalunk, de hogy emberek között vagyunk, az már egy óriási nagy dolog. Aki nem vallásos, annak pedig bármi más, ahol emberekkel minőségi időt tudnak tölteni,
mondom, teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, azt, ami neki jó. Uh-huh. Röviden, talán fél percben tudsz-e egy olyan, nem receptet, hanem valami olyan eligazítást adni az embereknek, hogy hogyan vizsgálják meg gyorsan azt, hogy vajon én most a kiégés valamelyik fázisában benne vagyok-e? Illetve ha sikerülne rájönni, hogy valahol ott vagyok, ami már a kiégésnek valamelyik útja, valamelyik ösvénye, akkor hogyan lehetne visszafejteni a saját példád alapján? Mondom, fél perc alatt kérem a válaszodat, nem műsoridő, igen, közeledünk. Jó, értem. Szerintem ezek az egyszerű kérdések, amiket az előbb is mondtam. A humor megléte, az emberi kapcsolatoknak a megléte, és nem feltétlenül csak munkakapcsolatok, hanem baráti társaság, kisközösség, nagyközösség megléte, és az én magam olyan szinten előtérbe állítása, hogy az, hogy én egészséges legyek, az fontos, és hogyha erre nem szánok időt, mert nem szántam elég időt, akkor az egy vészharang már. Mozogjak, legyek jól, csináljak csak olyan dolgot, ami csak nekem jó. Dóra, van néhány megköszönnivalóm. Az egyik az az, hogy köszönöm, hogy őszinte voltál a műsorban. Köszönöm külön azt, hogy felvállaltad, hogy nem te vagy az igazi, aki az alfa és az omega is jól csinál mindent. És köszönöm, hogy levezettél néhány száz kilométert azért, hogy itt lehessél a stúdióban. A műsoridőnk lejárt, úgyhogy nagyon sajnálom, de biztos vagyok benne, hogy visszahívlak majd a műsorba még. És köszönöm. Köszönöm szépen, Kati. Akkor most kimegyünk kocsmázni? Úgy tűnik. Kedves televízió nézők, egy lazább hangulatú műsort nézhettek végig, hogyha végignézték. Egy ember, aki őszinte téved felvállalja, megjavítja, valamit kezd a helyzettel, de nem bújik be a sarokba és ül ott hónapokon keresztül. Receptet nem adtunk, de gondolkodni valót igen, gondolkodjanak el azon az 1-2-3-4-es fázison, lássuk, hogy véletlenül van-e valami probléma önöknél vagy sem, és egy ötlet részemről oldják meg, hogyha valahol ott vannak valamelyikben. Köszönöm a figyelmüket, csupa jókat önöknek, viszontlátásra!